Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici a Sárgasáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én itt vagyok a Sárgasáv túraútvonalon, én majd a továbbiakban arra felé fogok haladni, abba az irányba fogom folytatni a sétámat. Tartsatok velem ebben a újabb sétálós videóban is. De még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom néktek, hogy konkrétan az ezt megelőző videómban honnan is érkeztem, ez következik most. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahogy látható ezen a felvételen, ugye én itt vagyok még mindig egy nagyon szép környezetben, az erdőben konkrétan, tehát konkrétan, hogy látod, itt vagyok egy nagyon szép erdőben. Hát én konkrétan ugye az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem, arrafelé van a Királykúti forrás, illetve arrafelé van a Nosztri autós pihenő is, Veszprém fajsz is arrafelé van, illetve Veszprém is konkrétan arrafelé van. Tehát az ezt megelőző videómban onnan érkeztem, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen, így hát én a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hanem a másik irányba. Így hát fordulok is egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább a sétámat, itt a Sárgasáv túraútvonalon, tartsatok velem ebben az újabb videóban is, köszönöm szépen. Közben itt jön velem szemben egy iskolás csoport, őket pedig elengedem. És akkor így néz ki ugye a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételem. Íme. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én már folytatom is tovább a sétámat. Azt a sétámat folytatom tovább konkrétan, amit én a ezt megelőző videóimban kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Amúgy üdvözlök mindenkit innen a Sárgasáv túraútvonalról. Ugye én ezen a vasárnapi napon azt találtam ki magamnak, hogy ugye elindultam gyalogosan a Nosztri autós pihenőtől, és ugye sétálok egészen Felsőőrsig, tehát ezt találtam ki magamnak erre a vasárnapi napra sétagyanánt. Úgyhogy lányok és fiúk, ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban is. Köszönöm szépen! És akkor én már folytatom is tovább a én kis sétámat, konkrétan azt a sétámat folytatom tovább, amit én a ezt megelőző videóimban kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor én folytatom tovább a én kis sétámat. Közben a környezet az baromi szép, ahogy látható ezen a felvételen, mert tényleg baromi szép a környezet, íme. Így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Tehát tényleg baromi szép, ahogy látható ezen a felvételen. Hát én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, arra felé van a Királykúti forrás, a Nosztri autós pihenő, Veszprém fajsz és Veszprém városa is konkrétan abba az irányba van, tehát onnan jövök, így hát a továbbiakban
nem arra felé fogok haladni, hanem a másik irányba. Így hát fordulok is egy 180 fokot, és folytatom tovább a én kis sétámat. Itt a Nostri autós pihenő és felső őrs között. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen, és az ott baromi jól néz ki. És akkor én folytatom is tovább a sétámat, méghozzá arra felé. És akkor, hogy látható ezen a felvételen, én már haladok is tovább. Lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, tehát én már folytatom is tovább a én kis sétámat. Közben itt van némi sziklaképződmény is, íme, hogy látható ezen a felvételem. És akkor szépen haladok is tovább én ebből a sétával természetesen, hiszen ugye az én kis sétám még nem ért véget. Hát az én kis sétám majd akkor fog véget érni, amikor majd megérkezek Felsőőrsre. Tehát ott fog véget érni az én kis sétám, amikor majd megérkezek Felsőőrsre. De hát az még nem mostanában lesz, és legfőképpen nem ebben a videóban, hanem majd valamelyik következő videóban lesz, szerény véleményem szerint. És hogy tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor én már folytatom is tovább az én kis sétámat. Itt a Nostri autós pihenő és Felsőőrs között, hiszen erre a vasárnapi napra ezt találtam ki magamnak, így sétagyanánt, hogy ezt a utat végigjárom. Hát a mai napon ugye már érintettem a piros telikör túraútvonalat, a piros sáv túraútvonalat is, és most itt vagyok a sárga sávon. Méghozzá azon a sárga sáv túraútvonalon vagyok itt, amely konkrétan Lovasfaluból indul ki a Templom tértől, és tart egészen a 73-as számú főútig. Hát most jelenleg itt sétálok ezen a útvonalon. Természetesen én erről már korábban készítettem videókat, kimondottan erről a bizonyos sárga sáv túraútvonalról. Nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. És akkor én folytatom is tovább az én kis sétámat. Közben ugye folyamatosan ereszkedek lefelé a Malomvölgy irányába, mert valójában a Malomvölgy felé haladok, mert valójában ugye a Malomvölgy irányába haladok teljes erővel. Hát ugye ez az a Malomvölgy, ami konkrétan ugye Felsőőrs és Lovas között van, tehát ott is van egy Malomvölgy. Hát ugye arról is készült már korábban videó az én kis YouTube csatornámra. És akkor én haladok is tovább ebből a sétával természetesen. És ugye jócskán meg kell már cáfoljam azt, amit én ezt megelőző videóimban mondtam, hogy rajtam kívül senki sem mozdult ki így az erdőbe. Hát már jó pár darab emberrel találkoztam, mióta itt bóklászok a erdőben. Tehát már nem egy emberrel találkoztam, nem kettővel, hanem már sok emberrel találkoztam. Úgyhogy lányok és fiúk, meg kell cáfoljam azt, amit én ezt megelőző videóimban mondtam. És akkor szépen haladok is tovább. Az ellenfényé pedig elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy ellenfényes a felvétel, mert ugye pont a nappal szembe haladok tulajdonképpen, ahogy látható ezen a felvételem. És akkor egy kis körültekintés, hogy is néz ki a közvetlen környezet. Hát íme, így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Hát baromi szép ez a környezet, ahol most éppen tartózkodom. Hát tényleg baromi szép, ahogy látható ezen a felvételen. Hát ugye én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát konkrétan abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, így hát a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hanem fordulok egy újabb 180 fokot, közben megmutatom nektek ezt a gyönyörű szép környezetet, ahogy látható ezen a felvételen.
De hát miért kellett volna bocsánatot kérni? Na, jányok és fiúk, én már folytatom is tovább a én kis sétámat. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább természetesen. Csak ugye megmutattam néktek, hogy hogy is néz ki a közvetlen környezet. Hogy ne csak az én süket dumámat hallgassátok, hanem lássatok némi tájat is. És amúgy, ahogy mondottam a előzőjekben, ugye most is egy kijelölt túraösvényen haladok, mert tényleg most is egy kijelölt túraösvényen haladok, méghozzá a sárga sáv túraútvonalon haladok, mert tényleg itt haladok a sárga sáv túraútvonalon, aminek majd nem sokára meg is fogom nektek tudni mutatni a teljesen egyértelmű jelzését, hogy bizony-bizony én most is kijelölt ösvényen haladok, szokásomhoz híven, hisz amikor én kijövök így a szabadba, mert amikor tényleg kijövök így a szabadba, akkor én a legtöbbet, ugye, a legtöbb esetben ugye mindig kijelölt túra ösvényeken haladok, és ezt javaslom én mindenkinek, aki kimozdul a szabadba, hogyha kimentek a szabadba, az erdőbe, mindig kijelölt túra ösvényeken haladjatok, mert akkor biztos, hogy nem fogtok eltévedni, hogyha a kijelölt ösvényen haladtok, na meg nem tesztek kárt a természetben sem. Ez alatt azt értem, hogy nem tapostok olyan növényeket el, ami baromira védett. És akkor haladunk tovább. És ahogy mondottam a előzőjekben, mivel most is egy kijelölt túraösvényen haladok, a továbbiakban majd arra felé fogok haladni, meg is mutatom ezt a jelzést, íme, itt látható a sárgasáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, tehát én most is ugye a jelen esetben is kijelölt túraösvényen haladok, és ezt javaslom én mindenkinek, aki kimozdul az erdőbe, hogy mindig kijelölt túraösvényen haladjatok, mint ahogy én is teszem, tehát itt van íme a sárgasáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és akkor haladok is tovább ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon, méghozzá arra felé haladok a továbbiakban, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor szépen ereszkedek lefelé tulajdonképpen a malomvölgybe, mert a malomvölgybe ereszkedek le folyamatosan, mióta elindultam a Királykúti forrástól. Tehát azóta én folyamatosan a malomvölgy felé ereszkedek lefelé, és végül a malomvölgyből fogok fölmenni Felsőörs faluba, ahol végeredményben le fogom zárni ezt a sétát, illetve a videózást is erre a vasárnapi napra. De hát ez még nem ebben a videóban lesz, hanem majd valamelyik következő videóban lesz szerény véleményem szerint. És akkor én folytatom is tovább az én kis sétámat. Itt a Nostri autós pihenő és Felsőörs között. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább ezzel a sétával természetesen. Tehát haladok tovább. Ahogy látható ezen a felvételen, hát most már annyira hideg nincs, mint reggel volt, tehát azért annyira hideg már nincsen, de még meleg sincsen, maradjunk ennyiben, azért még mindig érzem, hogy fázik a kezem, mert mindig érzem, hogy mi a kezem fázik, de hát lányok és fiúk, ugye nem tudtam megállni azt, hogy ne mozduljak ki, mert az időjárás meg ugyanakkor levonva ezt a kis hideget, tök jó idő van amúgy meg, de hát az ember ugye mit is vár januártól, hisz január 9-e van, amikor ez a videó készült. És akkor itt haladunk tovább. És közben itt van egy erdei útelágazás, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt van egy erdei útelágazás is, abba az irányba is halad egy erdei ösvény. Tehát arra fel is halad egy erdei ösvény.
És így néz ki amúgy a közvetlen környezet, íme. Tehát így néz ki. Én ugye abból az irányból jövök, arrafelé van a Királykúti forrás, tehát arrafelé van a Királykúti forrás, arrafelé van a Nosztria autós pihenő, Veszprém Fajsz, illetve Veszprém is, konkrétan ő abba az irányba van. És így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételem. Íme. És akkor haladok tovább ebben a sétával, méghozzá arrafelé. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És nem sokára meg is fogok érkezni a Malomvölgybe. Tehát ez pillanatokon belül be fog következni, hogy én megérkezek a Malomvölgybe, és majd a Malomvölgyből szépen föl fogok kapaszkodni Felsőrspaluba, és végeredményben ott fogom lezárni ezt a sétát Felsőrsön, amikor majd megérkezek Felsőrsre. Mert ugye ez volt a tervem erre a vasárnapi napra, a túra szempontjából, illetve a séta szempontjából is, na meg a videózás szempontjából is. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, úgyhogy szépen folytatom tovább a én kis sétámat. Itt mellettem pedig van egy kiszáradt vízfolyás, íme, itt mellettem, jobbra. És akkor szépen haladok előre felé, ahogy látható ezen a felvételem. És pillanatokon belül meg fogok érkezni a Malomvölgybe. Tehát pillanatokon belül megérkezek a Malomvölgybe. Mert tényleg az fog most következni, hogy megérkezek a Malomvölgybe, ami egyébként Lovas és Felsős között húzódik. És majd onnan szépen fölkapaszkodok Felsőrsre. Na, jányok és fiúk, akkor haladok tovább. Még mindig most még egyelőre a sárga sávon, de nem sokára rá fogok térni a zöld sávra, és a zöld sáv által fogom megközelíteni végül Felsőrst. Hát igen, közeledek a sétám vége felé tulajdonképpen, mert tényleg közeledek a sétám vége felé, egyre inkább oda közeledek, mert most már Felsőrsnek vagyok konkrétan a határában, tehát már Felsőrs határába vagyok tulajdonképpen, és szerintem a következő videóban meg is fogok érkezni Felsőrsre, ahol majd végeredménybe le fogom zárni én ezt a videót, meg ezt a sétát, és meg fogom köszönni majd a figyelmeteket. Na, jányok és fiúk, akkor itt pillanatokon belül megérkezünk a Malomvölgybe. Tehát most pillanatokon belül megérkezek, méghozzá a Malomvölgybe, ahogy látható ezen a felvételem. És már itt is vagyok a Malomvölgybe tulajdonképpen. Íme. És már itt is vagyok a Malomvölgybe. Délkeleti szél fúj. Hát lányok és fiúk, itt vagyunk a Malomvölgybe, ahogy látható ezen a felvételen. Most szépen meg is mutatom nektek, hogy néz ki a Malomvölgy. Hát íme, így néz ki a Malomvölgy. Íme. Ugye ez itt maga a Malomvölgy, tehát ez az egész, amit látszik ezen a felvételen, ez itt maga a Malomvölgy. Íme. Tehát ez itt maga a Malomvölgy. És így néz ki a közvetlen környezet.
Én konkrétan abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem, tehát onnan érkeztem, tehát onnan, abból az irányból jöttem. És így néz ki a közvetlen környezet. És ez pedig itt a Malomvölgy. Tehát ez itt maga a Malomvölgy. Ugye onnan jöttem. És haladok tovább arra felé, Felsőőrs irányába. Nos, lányok és fiúk, én már folytatom is tovább az én kis sétámat. És ugye most már Felsőőrs irányába haladok. Tehát konkrétan most már Felsőőrs felé haladok, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát most már kőkeményen Felsőőrs irányába haladok. Lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim! És itt szépen bejövünk megint egy kicsit az erdőbe. És majd nem sokára bele fogunk torkolódni a zöld sáv túra útvonalba. És én majd szépen rá fogok térni a zöld sávra, és szépen a zöld sávon fogom megközelíteni Felsőőrst. Na, jányok és fiúk, akkor haladok tovább ebben a sétával, ahogy látható ezen a felvételen. Közben süt a nap, ahogy látható az is, hogy ott van a árnyékom, tehát ott. Közben a nap is süt, így hát ilyen szürt napsütés van inkább, akarom mondani. És akkor szépen haladok tovább ebből a sétával természetesen. És szépen haladok Felsőőrs irányába. És majd szerintem a következő videóban meg is fogok érkezni Felsőőrsre, ahol végeredménybe le fogom zárni ezt a sétát, meg úgy en blokk a egész videózást erre a vasárnapi napra. Ez szerintem majd a következő videóban lesz, nem pedig ebben a videóban. Úgyhogy lányok és fiúk, én folytatom tovább a sétámat, ahogy látható ezen a felvételem. És szépen Felsőőrs irányába haladok, konkrétan, mert tényleg Felsőőrs irányába haladok. Közben itt velem párhuzamosan már ott halad a zöld sáv túraútvonal, tehát ott velem párhuzamosan már a zöld sáv túraútvonal halad, velem párhuzamosan, és nem sokára bele is fogok torkolódni a zöld sávba, és akkor majd szépen magam mögött fogom hagyni a sárga sáv túraútvonalat is. Hát a mai napon azért már érintettem egy pár túraútvonalat, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen. És akkor pillanatokon belül bele fogok torkolódni a zöld sáv túraútvonalba. Tehát ez most pillanatokon belül be fog következni, hogy beletorkolódok a zöld sávba. Na, jányok és fiúk! Akkor szépen haladok ráfelé a zöld sáv túraútvonalra, ami által fogom megközelíteni Felsőőrs falut. És akkor egy kis fagyott vizet is mutatok, íme, be van fagyva a lovasi séd, ezt nézzétek. Ez itt ugye a lovasi séd, abba az irányba van lovas, tehát lovas az konkrétan abba az irányba van, arra felé van lovas falu. És ez pedig itt, ez a befagyott vízfelület, ami itt látszik ezen a felvételen, ez pedig a lovasi séd. Egy kicsit be van fagyva a patak, de azért annyira nincs befagyva, hogy
rámerjek állni a jégre, mert azért ez eléggé gyors folyású patak, és azért, na, értitek, az nem fagy be olyan könnyen, de azért lehet látni rajta, hogy van rajta némi jég, sőt, jócskán be van fagyva, ahogy látható ezen a felvételen, a lovasi séd. Ez pedig itt, ahogy mondottam, a lovasi séd, abban az irányban van a lovas, a falu, és Balaton is konkrétan arra felé van, hisz ez a lovasi séd végeredménybe beletorkolódik a Balatonba. Hát én konkrétan ugye abból az irányból jövök, arra felé van Királykúti forrás, tehát abban az irányból van a Királykúti forrás, illetve arra felé van a Nosztri autós pihenő is, Veszprém Fajsz, illetve Veszprém városa is megközelíthető arra felé. És akkor megmutatom nektek a pataknak a másik irányát is, a Felsőrs felüli irányát. Tehát abba az irányba van Felsőrs, tehát Felsőrs abba az irányba van, ez pedig itt a befagyott lovasi séd. Íme. Ez pedig itt a befagyott lovasi séd, ahogy látható ezen a felvételen. Íme, itt van a befagyott lovasi séd. És szépen itt rá is térek a zöld sáv túraútvonalra. Tehát itt ugye itt ezen a ponton térek rá a zöld sávra. Hát lányok és fiúk, itt térünk rá a zöld sáv túraútvonalra, és én majd a továbbiabban arra felé fogok haladni. Tehát abba az irányba fogom folytatni a sétámat, tehát arra haladok majd a továbbiabban, abba az irányba van Felsőrs, tehát Felsőrs konkrétan abba az irányba van. Lovas pedig, lovas falu az arra felé van, tehát lovas az konkrétan abba az irányba van, tehát maga lovas falu az arra felé van. Én pedig konkrétan abból az irányból érkezek, arra felé van ugye a Királykúti forrás, illetve a Nosztri autós pihenő is arra felé van, tehát onnan jövök, abból az irányból jöttem, így hát a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hanem mutatom, hogy merre haladok a továbbiakban. Most megmutatom nektek, én a továbbiabban konkrétan arra felé fogok haladni, tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor én szépen folytatom tovább arra felé a én kis sétámat, és akkor majd lassacskán majd meg is érkezek Felsőrsre, ami szerintem majd a következő videóban lesz, amikor majd megérkezek Felsőrsre. Tehát az szerintem a következő videóba fog bekövetkezni, mivel ezt a videót pillanatokon belül le fogom zárni, és egyelőre meg fogom köszönni a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben a újabb sétálós videóban. És innentől kezdve már a zöldsáv túraútvonalon haladok, tehát innentől kezdve már a zöldsávon haladok, magam mögött hagytam a sárgasáv túraútvonalat is, hisz a sárgasáv túraútvonal elkanyarodott lovasfalu irányába, és én pedig ugye rátértem a zöld sávra. És akkor haladunk a zöld sávon a továbbiakban. Nos, lányok és fiúk, akkor lassacskán egyelőre le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben a újabb sétálós videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Én majd a továbbiabban arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba fogom folytatni a sétámat, de ez majd egy következő videó témája lesz, mivel hogy ezt a videót én itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót,
Tartsatok velem egy következő videóban is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! Hamarosan folytatom ezt a sétát egy következő videóban. Tartsatok velem a következő videóban is. Sziasztok!